Sziasztok, Tűzszó, hogy Intel City-t megyünk Pápára. Szinte épp, hogy elértünk, de rajta vagyunk. 13-as utolsó szakaszon. Körülbelül, igen. Második rész. IC kocsik, itt még van, és még van konnektor is, legalább tudom tölteni a kamerát, már tegnap elfelejtettem. Kérdezik. Ja. Hát elvégén 8-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 
De mert lesz annyi eszik, hogy közös pedóta hozzák. Vagy pedig mondjuk a 935-ös. Igen, hát a legkésőbb akkor 935-ös lesz belőle, még végül is az is jó pápán. De pápán lesz sok időnk. Hát úgy fél óránk lesz akkor, igen. Akkor is, hogyha azzal megyünk. 11-10-kor a bombusz. Aztán folytatjuk azt a vonal megállás, amit tegnap Ugodon abba hagytunk. És akkor meg is lesz az egész vonalunk. De aztán visszabuszozunk közé pápán Ugodon, és aztán visszasétálunk pápán. Úgy a sírek mellett. És lehet ugyanazzal a vonattal fogunk visszajönni, mert tegnap. Mi meglátjuk, amelyiket érjük el. Nekem a közben itt valahol haladunk Győrfele. Valahol Kelenföld és a Tabánya között vagyunk. Herzegalom környéke. Igen, mondjuk azért elhagytuk Biatorbágyat, arra emlékszem. Ugye mindjárt ide, most befutottunk egy megállóhely vagy állomásra. Ez már az állomás egy kicsit komolyabb. Herzegalom volt. Okay, hát akkor haladunk. Hát ha sem megérkezünk, és akkor vonalra járunk tovább. Addig meg hadd töltődjön a kamera. Ami 2 óra 50 perc nézé, hogy hely van, nem újra a kártya, az elég lesz. Tő 1. Szevasztok, megérkeztünk közben Ugodra. És arrafele van a vasút, majd ott fogunk tovább venni. És tegnap ott hagytuk abba a buszmegállónál, ami ott van szemben, a sárga épület. Úgyhogy folytatjuk a vonalbejárást, ami tegnap kimaradt, azt már lenyomjuk. Még 12 kilométer. 11-12 körülbelül. Hát ott körül van, úgyhogy megisszuk a sört és megyünk. Ja. Egyelőre itt tartunk. Felkészülésre. körülbelül, igen. Felkészülni rajt. Aztán mehetünk. Kibírjuk. Simán, hát csak fele vagy itt kell gyalogolni, mint tegnap. Az meg már sima így. Hát tegnap ugye mentünk 24-et, tehát kb. A fele, igen. Hát a fele, tehát felénél többet nem kell menni. És ráadásul pápának is se kell most gyalogolni, mert a vasútállomásra fogunk érkezni. A sinek általában oda mennek a vasút. Csúnya volna, egy kicsit elkerülnék. Hát a vasútállomás általában közel van a sinekhez. Hát akkor meg oda fogunk érkezni. Jó. És ott van szemben a kocsma is, tehát hogyha sokat kell várni a vonatot, akkor maximum bemegyünk még egy sörre a kocsmába. Ennyi. Úgy is már ismernek, tegnap is ott voltunk, ma is ott voltunk. Ugyanaz volt a csapos is. Ja, igen. Néznek, amikor délután kezdek, ezek már megint itt vannak. Jó lesz az. Főleg ugye, hogy tegnap is mondtuk, hogy megyünk vissza Pestre. Ja, akkor reggel, ja. Most reggel visszajöttünk. Szerintem biztos nézett, na, ezek már megint itt vannak. Lehet, hogy lekésték a vonatot. Bár nem az volt az utolsó, amivel mentünk. Ja. Mikor azt lekésték volna, akkor is haza tudtunk volna menni 2 órával később. Hát jó, de ha azt nézzük, utána ott is beszéltünk róla, hogy ugye még jövünk, befejezzük, utána szerintem hallották is. Talán hát, szerintem leesett nekik, hogy megint miért vagyunk. Hogy már megint itt vagyunk, azaz. Majd visszaérünk pápára, megint bemegyünk, na, ezek már megint itt vannak. Jó lesz, az persze. Sose láttam eddig őket, de mostanában elég sűrűn vendégek. És állandóan kiisszák a készletet. Egészségedre. Kösz. De ez most jól is esett. Igen. Nem baj, itt azért, hogy elviszi a szél, itt a szabad. Ja, szabad ég alatt vagyunk. Meg amúgy is hangos fingnak nincsen szaga. Nálam szokott lenni, főleg a másnaposra. Rá lehet cáfolni egyébként. Másnapos fingnál szokott lenni szaga. Én is rá tudok néha cáfolni. Amúgy ott vannak a vasúti átjáróra a figyelmeztető táblák is. Hát az, igen, az utolsó. Ott a buszmegálló, onnan tegnap indultunk, és rá is nagyítunk egy kicsit. A buszmegálló. Van egy ilyen valami kődomb, és ott a kődomb mögött van rögtön a vasút. Csak egy ilyen plexiüveg van itt a kocsmának a terasz részénél, így nem látszik. De ott a kődomb mögött megy a vasút is innen, ami megy pápa fele, abba az irányba. Megint egy ilyen jó hangulatú vlog videó lesz. Ja. Tegnapról is egy jó hangulatú első rész, mára meg egy jó hangulatú második rész. Az biztos egy néhány órás azért egész estés videó. Hát egy kettőt szerintem összevágnád, lenne vagy 2,5-3 órás videó belőle. A simán egy egész estés lenne. Ugye, csak azt nem néz film, meg senki. Hosszú film, mint a Titanic. Ja, csak a senki nem nézné végig. Ja,
úgyhogy ezzel is mondom, hogy meg lehet úgy csinálni, hogy tegnapról megcsináljuk, hogy egy részes videóban meg lehet csinálni, hogy Veszprém Varsálytól ide ugodik, aztán meg második, első részként, második rész ugott pápa. Persze, ez úgy is lesz valószínűleg, mert... A Veszprém Varsány ugod része lesz kb. Egy másfél órás film, ez meg kb. Lesz, mit tudom én, legyen egy órás film körülbelül, most csak egy shots per kb. Egy második részileg. Mondjuk, aztán majd meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy attól függ, mennyi videót csinálunk még. Hát biztos lesz még egy pár. Ja. Meg attól függ, hogy mennyi mindent találunk a vonalon. Hát, néhány nem volt vészes, ugye, mert járható a pálya, ugye, kiszolgálás is van. Néhány állom más épületnél biztos, hogy lesz valami. Ugye két megálló lesz, ugye, lesz nagy gyimót, meg lesz puszta gyimót, aztán meg van pápa reptér, meg pápa. Hogyha azt nézzük, így. Két megálló hely van. Hát meg egy állomás, meg egy megálló. Hát meg lehet, hogy több kilométeren keresztül lesz egy nyílegyenes pálya, ott túl sok érdeművel... Hát elég sok helyen lesz nyílegyenes pálya, mert megnéztem én is a térképen, hogy kb. Két helyen van az, hogy így lesznek ilyen kisebb ívek, ugye itt kapásból itt van az első, utána van egy kis törés, még egy kis törés, utána a legnagyobb ív az meg már, ami bevisz pápára. Meg ugye ott a reptérnél lesz egy iparvágány kiágazás, a reptér után megint lesz vagy két iparvágány kiágazás, és utána már bent vagyunk pápán. Hát szerintem most akkor szerintem köszönjünk is, aztán meg majd valamikor így útközben ott vonalról meg majd még jelentkezünk valahonnan. Majd kérdem odalon, ha látunk valamit. Az iparvágány kiágazásoktól biztos. Biztos meg az állomás épületeknél, hogyha... Persze, ott egy nagy gyimóton is, egy puszta gyimóton is, úgyhogy... Na jól van. Akkor ennyi. Akkor ennyi. Na, aliho, visz. Ciao. Sziasztok. Akkor közben elindultunk, ott volt az átjáró, és akkor itt azért egy elég hosszú ív volt. Jó, rá nagy itt, azt még látszik is, ott szemben az átjáró. Hát ott van, de hát most már megy, azt már egyszer megmutattuk, de egyébként ott van. Tettünk egy nagy évet, így. Hát ide, ide meg... A tervonat, az például itt kurva jó fotóhely is lesz. Itt hogyha halton jönne, akkor itt pláne, meg hogyha ott álltunk, igen, és itt így. És jó beszél, és akkor most egy egyenes szakasz. Jó, hosszú egyenes szakasz. Hát innen viszont nagyon sokáig ilyen nyílegyenes van. Tehát most ameddig a szemmel lát, addig egyenes. Még. És még ott van a fényes... Ha azt nézzük, itt van egy bukkanó, ugye itt megyünk fel, utána meg megy lefele. Igen. Na ez meg a másik. Megnézd meg, ott van a fénysorompó ellenőrző jelző is. Ja. És ezek még működnek itt? Ja, az átudító. És ezek még működnek itt? Hogy működnek? Jöjjön a vonat, akkor úgyis eléri a beutási pontot, ugye, de akkor visszajelez a vonatnak, hogy akkor működik a... Persze, ezt már a 101-es üzében jár, mondtam, hogyha két fehér fényvillag felváltva, akkor semmi probléma, nincsen átváltó. Hogyha még sötét, akkor le kell lassítani. Akkor nem váltott át, akkor 15-re mehet át rajta. Hogyha csak az egyik villog, akkor átváltott, csak valami baj van. Azt meg jelenteni kell, de nem kell lassítani. Csak az egyik villog, akkor is le kell lassítani 15-re. Akkor is le kell? Le kell, persze. Akkor nem, mert... Hogyha mind a kettő világít. Nem, az azt jelenti, hogyha csak az egyik villog, hogy átváltott, ugye, tehát tilosat irányzok közúttak, csak valami probléma a fénysodopóval. Hogy lehet, hogy kiégett az egyik izzó, vagy valami zavar, azt jelenteni kell. Nem vesz egy jelentő probléma, de kell lassítani. Azt hittem, hogy csak akkor kell, hogy egyáltalán nem izé pislákol. Hát egyébként a szokásos vizet pusztak az epitáj, de egyébként maga szépsége az érdek is megvan. De a fénycsodompók is itt újjak meg. Bár még az átjárót nem építették át, mert akkor itt ugye gumielemes lenne. De a közúta teljesen új volt. Igen. Persze, ez 832-es, ez tudja jó, hogy valami elkerülő út. És nagy forgalmú. Viszont az átjáróhoz érdekes módon nem nyúltak. Majd egyszer. Szerintem megvolt ez az út is, csak felújították, csak az átjáróhoz nem nyúltak. Hát az út az biztos, hogy meg volt, csak felújították. Hát az újra aszfaltották. Hát annyi, na és akkor közben megérkeztünk, és itt van a kitérő vágány, de most csak egyet látok. Egy is van. Annyi, meg kicsit közelebb egy megnézzük. Ez lehet, hogy megálló a kodóhely volt, nem? Valószínű. Hogy az volt a lakodóvágány ott. Ott meg azt szerintem ott volt egy vágányzáló sodompól. Igen. Annak is a maradványa. Ha megnézel, ott a sin is hiányzik váltóból. Igen, tehát eddig, tehát... A fővágányjal nincs baj, csak hogy a kizérőnyet. Ez valószínűleg egy lakodóvágány volt, amit már korábban kiszedhettek, amikor még járt el a vonat. És itt, nézd meg itt. De hát fel is van bontva a pálya, és nézd csak. Ja, hát ennyi, tehát... De akkor a váltót miért hagyták benne? Hát gondolom, hogy ne kelljen hozzányúlni a fővonalhoz. Hát az, amikor az lehet, mert folyóvágány, aki kellett volna cserélni itt. Az átmenővágányhoz ne kelljen hozzányúlni. Sok helyen van így, hogy a váltók meg vannak, csak ott a
két látóközti rész van kibontva. Ja, hát ki van szögelve, le van zárva, aztán annyi. Enni nem kér, meg komolyan nem maradjon. És ott volt a, az meg a vágányzáró sodompó maradványa. Mert csak egy rakodó vágány volt. És ott a másik oldalt is látszik, ott is megvan, ott is megvan a váltó. Ja, szerintem itt lehetett a felvételi épület, csak ezt már eltakarították. Meg ott nézd meg, és ott a peron is véget ért, tehát biztos, hogy itt volt valahol. És volt itt, még a videón is látszik, hogy volt itt felvételi épület, a Petek Gabi videóján. De így eltüntették, hogy volna semmi nem maradt belőle? Hát de még az alap se látszik, hogy hol volt. Pedig a bekötőút is idáig vezette, biztos, hogy itt volt. Hát ki kéne, de itt is kéne, hogy legyen, de nincs. De nincs. De... Szerintem ott lehetett az épület, ahol áll. Igen, valahol itt volt, de most azt nézem, hogy semmi, még az alaptak sincs meg a maradványa, meg semmi, de semmi nyoma nincs, hogy itt valaha bármi volt. Pedig itt kellett lennie. Mert ha azt nézem, akkor eddig van meg a peron is, tehát biztos, hogy itt volt. És a rakodóvágány, a rakodóvágány szerintem csak addig tartott. Igen, mert látszik a nyomvonalat. Igen. Meg hát látod, ott van még a... Tehát itt kellett lenni az épületnek valahol. És még, hát de úgy eltűnt, mert általában az alapot meg vagy egy-két téglát mindig meg lehet találni, hogy hol lehetett. Itt meg semmi. Itt van a másik sorompónak a vége. Persze, hát itt van, a vágányzáró sorompó itt volt, és itt volt, és a kitérő vágány is itt van. Jó, hát igen, itt a kitérő vágány megvan. Van a terelősén is, ami ment a izé. Hát a vágányzáró sorompó, persze, hát van, itt volt a vágányzáró sorompó. Azt mondom, ott a terelősénje még nem is maradt. És akkor ennyi, hát akkor ebből tényleg nem sok maradt. Nagyon útban lehetett itt is az épület. Nem? Hát de ahhoz képest meg nincs itt semmi a helyén, tehát... Azt mondom, valakinek nagyon útban lehetett. Hát igen, de hát hogy valakinek útban lehetett, akkor gondoltam, hogy akkor épül helyette valami, vagy... És itt is kiszedtek, igen. Hát az ennyi, de hát ezt szerintem ellopták. Ez egy jelzősín, ez nem hiszem, hogy terszeri bontás volt. Akkor látszik, hogy rendesen ki lett flexelve, mert nem olyan, mint hogyha kiégették volna. Látod? Hát de most miért... Ugye ott volt kötés is, meg ott a kötés, mert ez flexelve veled ki. De hát akkor miért csak egyet vitték el, és miért csak az egyik oldalról? Szerintem egy ilyen biztonsági okból tudod, hogyha kitérőbe állítják, akkor minél hamarabb kisiklatják a vonatot. Ja. A biztonsági csonkokény szerintem. Hát mert akkor felszedették volna a többit is, hogyha már... Azt mondom, szerintem ilyen biztonsági csonkokényt üzemelhet. Hát lehet, de... Ez akkor is fura, hogy csak egyet szednek ki, csak az egyik oldalról. De ha megnézed, a másiknál is pont ugyanígy volt, úgyhogy... A másik oldal. Na, akkor szeretnél egyet? Nézem, halak is vannak. Mi ez a pocsolya? Hát persze, itt még akár horgászt is lehetne. Ja. És megint találkoztunk az ümikkel. Így dolgoznak. Már tavasz van, már dolgoznak az ümik. Ja, ott volt egy átjáró, azt elfelejtettük fölvenni. Nem baj. Hát még vagy 2 kilométer innen puszta gyimót. Na, találkoztunk egy villanyvezetékkel. Hát így ránézésre szerintem 120 vagy 220 kiló volt. De táblát most se látok a póznán, hogy honnan, hova és mettől, meddig. De a 400 kiló voltosokon több vezeték szokott lenni. Magasabban is van, tehát szerintem ez 120. Tehát én az... Ja, 873-as szervény, mert valahol 880-as környékén lesz a pusztagyi mód. Valahol. Hát még egy átjáró lesz, és utána. Ott van valami átjáró. Igen, tehát még egy biztosítatlan átjáró, és majd utána lesz. Egy Petek Gabi videóját néztük közben, hogy mire számíthatunk. Mi hosszú egyenesbe. Csak az volt egy átjáró, villanyvezeték, még egy átjáró, és utána. Nézzük, na megérkeztünk egy másik átjáróhoz. Ráadásul stop táblás, ami nem igazán érthető, mert mindkét irányban jól belátható, hiszen nyílegyenes a pálya, de... És ott lehet akkor szoda kirakni, hogyha beláthatatlan valamelyik irányba az átjáró. Hogy mindenképpen állj meg, de... De itt szerintem nem indokolt meg, mert belátható itt mindkét irányba.
még innen az útról is, hát simán. Megyünk tovább, és arra felesz puszta gyimót, nem vagyunk már messze. Az egész végig van húzó. Ezt nézzétek, igen, itt lesz a... És elvileg itt kéne lennie puszta gyimótnak a megállóhelynek egy épületének, már a videóban még itt volt, csak tényleg, hogy itt a peron is, és az épület meg már nincs meg. Viszont legalább villanypásztorral el van kerítve. Nézzétek, igen, hogy itt vagyunk puszta gyimótnál, és itt volt az épület, amit már lebontottak. És ráadásul körre van kerítve villanypásztorral az egész. Csak itt van ilyen kis domb, kb. Egy igen. Épület. Szélső, persze, hát itt volt. Uh-huh. Itt a felonnál. Szerintem, és ide holták a törmelékeket. Itt a padnak a maradványa. Igen, igen, a padnak a maradványa is itt van. És megvan a szabványos mávkerítés is. Mellette kihúzva a villanypásztorral. Villanypásztornak meg ott húzták el mellett. Ott van összekötő. Igen, azaz, igen. Akkor elhagytuk busztagyi módot, itt van még egy földes átjáró, és arrafele meg már repülők vannak. Nézzétek. Hát közel vagyunk itt már repülőtérhez. Az egy hangár, meg ott az irányító tudom is. És itt vagyunk a repülőtérnél. Itt a kifutópálya. Szerintem ezt akarják meghosszabbítani, nem? Az volt a cél, hogy ugye azért, mert most felrepednek ilyen hírek, hogy a repülőtért egyezkednek, és a kifutópályát meghosszabbítják, lehet, hogy pont ezt. És emiatt kell a vasutat átvágni. Tehát ilyen tervek is voltak. Aztán meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg, mert mi nem. És ez pont az üzemelő szakasz a vasútnak. És francia vágásig elég intenzív teherforgalom van. Tehát nem lesz az olyan egyszerű történet, mint amennyire látszik. Ráadásul kettő nagy gép van benne. Ja. Ja. Na, ez majd talán Bolt Bélicsinek mond valamit. Valami szállító repülő szerintem. Pápa, Sac Pápa 93, vagy lenne 03. Na, akkor kis bejelentkezés, és elterültünk itt, mint a Magyarföld. Így a végén. És ez egy lábszellőztetés, stb. Itt a töltés tövébe. Így elmutatom itt, és itt el vagyunk, többi. De itt egy kényelmes, ilyet töltés alján heverészni. Így. Hadd szellőzzön. Jó, büdös ez az újfajta szobaillatosító. Ezt el is szépen állunk. És van még egy sörünk, de egyébként már 90 kilométert lenyomtunk. Úgyhogy már nincs sok hátra. Meg az utolsó megállóhelyet is elhagytuk, tehát innen már a befutó van. Tehát célegyenes, hogy itt van egy egyenes szakasz. Van itt egy egyenes szakasz, egy pár kilométer még, aztán egy balos, éves utána az már pápa bejárat. Milyen jó visszhangzik a hangod onnan. Ja. Hú! 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 Hallod, az enyém jobb volt, figyelj. Hú! Ja. Jobb az akusztika ott ahol te vagy ezek szerint, vagy nem tudom. Na meglátjuk, akkor mindjárt szépen pattítsunk egy sört, aztán utána meg haladjunk tovább. Nincs mások hátra, azt meg kell kinyomni. Ja, és mindjárt 3 óra van, még egy óra hossza körülbelül még odaérünk szerintem. Hát ja, ez a 3 kilométer körülbelül. Legyen hát 3-4 kilométer, vagy 930-es vagy 940-es között van, és a 900-es szemét már elhagytuk. Nem hagytuk még el. Elhagytuk. Mögöttünk van egyébként a reptér, csak az most nem látszik. És akkor itt vagyunk az iparvágánynál, ez vezet be a reptérre. Frissen anyagolva. Errefele jött a 13-as vonal, ami eddig jöttünk. Az iparvágány kiágazás az itt van mögöttünk, mindjárt azt is megmutatom. Itt van, de majd mindjárt kicsit közelebbről is megnézzük. De ez már tényleg az élegyenes. Meg ott van már Pápának az előjelzője is. És itt vagyunk Pápa állomás előjelzőjén, és ott mászott át a bombi. Ott fut. Kulcsos. Ott szalad. Kulcsos. Ja igen, és hát ezt a váltót használják, kulcsos. Ez meg itt a vonóvezeték. Ez már tényleg a célegyenes, mert most már mindjárt itt vagyunk Pápa bejárati jelzőjén, ez már a főjelző. És innen már itt az ív végén már a vasútállomásnál vagyunk. Elhagyva a 924-es szelvény, mindjárt megérkezünk a vasútállomásra. Itt már szaporodnak a vágányok, már itt van mellettünk a fővonal, az ott. Hogyha mindjárt meg is érkezünk, ez már a célegyenes. Ott megépül valami, és erről jöttünk. És ott még volt egy kiágazó iparvág, amit már szemlátomást nem használnak, de valami telepre vezet be. Na és nézd, közben beérkeztünk Pápára, tehát
Most már hivatalosan is mondhatjuk, hogy bejártuk a 13-as vonalat végig. Az utolsó talpáig, ez már a Pápai vasútállomás. Hát a befutói tényleg csak annyi, hogy a peronig kell elmenni, de már a vasútállomásig eljutottunk, de hát mondhatom, hogy megvan. Hát innen meg már nem kell sietni. Van még egy óra hosszánk. Ja, van még egy óránk a befutóig, hogy elmegyünk a peronig, de igazából már a vasútállomás megvan, tehát ha innen egy méterre sem mennénk tovább, akkor is teljesítve van a küldetés. 10,98 km. Csak 1 km egy lényegében 6. Igen, hát az egész jó. Felfelé megyünk utána meg. Ja, ugye majd ilyen 100 méter után majd tovább, de hát innen már sima, így már bejártuk a 13-as vonalat. Tényleg ez egy hónap alatt 60 km gyalogolni. Jó az. Két hét alatt inkább. Hát vagy, ja, igen, mondjuk két hét alatt. Hát meg hát én majd 80 km-es mentem két hét alatt, azért az már nem semmi. Ez mi? Jó kérdés. Mi ez? Az ott mellette egy templom, de ez itt mi? Valami romhalmaz. Hát ja, mindegy, ezt most nem nézzük meg. Nem tudod mi ez. Zárva. Hát be van zárva, ja. Mindegy. Van egy Jézus-szerű szobor is. Jézus-szerű szobor? Az milyen? Keresztem van, vagy mi? Nem látod, hogy ott van olyan fehér szobor, ilyen fehér ruhában bent? Nem. Hát nézzük meg. Tényleg. Az lehet, hogy... Az... És az Jézus? Az Jézus? Szerintem biztos. Jó, hát akkor Jézus jó. Szakálla van, hosszú a haja, Jézus úgy szokták elábrázolni. Jó, mondjuk azt, hogy Jézus jó, ne vitatkozzuk, Jézus. Szerintem az is, hogy azzal is van lezárva, hogy ne tudjanak bemenni. Jézusom, jó, menjünk tovább. Csak tovább a vasútállomás fele. Még van még egy óránk a vonatig, addig el is jutunk odáig. Menni, bemegyünk a kosvába, iszunk egy sört, ezt meg kell ünnepelni. 13-as vonal kivégezve. Ott még enni is lehet, szóval, hogy így. Úgyhogy majd a kosmában mi jelentkezünk.